Székely Edit Tamás, a Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztivál egyik főszervezőit köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Tamás. Szervusz, és köszöntöm a nézőt. Idén már beszélgettünk az idei fesztiválról, és akkor meg is állapodtunk abban, hogy a fontosabb sarokpontoknál visszatérünk azért a dolgokra, és egyik legfontosabb sarokpont, hogy lezárult február végén a nevezési határidő, és én valami elrettentő számokat láttam. Mesélj. Igen, hát lezártuk február 28-án a nevezést, akkor kiadtunk egy sajtóközleményt, és akkor 1500-ról beszéltünk, de azóta ugye már több felületen is meghirdettük, összeraktuk. Az árás az 1800, tehát 1820 filmnevezés. Ugye ez nem órás filmekbe kell gondolkodni, tehát itt van a 3 perces rajzfilmtől kezdve a rövid filmig, van az 50 perces természetfilmig, ez durván 60 nap, teljes 60 nap vetítési idő, éjjel nap, 24 órában lehetne nézni ezeket. Hát ez egy új Guinness rekord lenne, hogyha mondjuk gondolkodtam azon, hogy nyilván nem marad ez mindben, mert elmondott, hogy nem marad mind versenyben, de mi lenne, ha egyszer azt mondanánk, hogy na, most akkor elkezdjük 60 napos projekt, éjjel nappal megy a vetítő. Szerintem egy idő után megszoknák az emberek, és kialakulna egy ilyen kis társasági élet körülötte, hogy bemegyünk éppen akkor milyen természetfilm megy. Nem is tartom rossz ötletnek. Annyit visszavárva, mondtad, hogy Guinness rekord, az első ijedelmem nekem akkor volt, amikor durván egy olyan, hát aztán még pont december vége felé, Kaliforniában van egy természetfilmfesztivál, ahol egy gyönyörű siker, tehát nálunk is díjazott, Olmos Frigyesnek a Gemenc című filmjét beválasztották a legjobbak közé, és a levél így szólt, hogy örömmel tájékoztatjuk önöket, ugye mi menedzseltük ezt a filmet, hogy bekerüljön, 1400-ból lett ön kiválasztva. És akkor én már megijedtem, és azért már elkezdtem gondolkodni, hogy ez a mai internetes világ, ez olyan szabadságot ad, amitől így özönlenek. Tehát nincs benne korlát. Ugye mi még nem tehetjük meg azt, mert nem vagyunk 20 éve piacon lévő fesztivál, hogy elkezdünk 30 eurót kérni egy nevezés mellé, hogy súlya legyen, idővel talán elérünk, vagy 2 vagy 5 euró. De az internet világába szórják be a filmeket, tehát az 1800-en én azt mondom, annak egyharmad rögtön olyan, amit ki kell szórni, hiszen semmi tematikus köze nincs a fesztivál témájúhoz, és akkor utána onnan jön a minőségi ellenőrzés majd. Na de könyörgöm, szóval ahhoz, hogy kiszórjál valamit, legalább 5 másodpercig nézned kell. Hát annál több, tehát én szóval... az utóbbi időben ezt teszem, tehát nappal dolgozom, éjjel filmeket nézek. Tehát nekünk ebbe a kis csapatba, aki ezt viszi, valakinek föl kell vállalni az első. Tehát, hogyha elmondhatom a zsűrizés folyamatát, mert ezt gondolom mindenkit érdekel. Nálunk ezt föl kell vállalni, egy fiatal hölgyel együtt, mi ezt ketten csináljuk, ő az adminisztratív részt kezeli, én pedig azt, hogy minden filmbe belenézek, és minden filmhez valamilyen típusú rövid megjegyzést teszek. Ugye azt is látni kell, hogy a művészek azért mindig érzékeny lelkek, tehát nekünk az nem kell, hogy a interneten, Facebookon, bárhol kezdjenek keringeni, hogy mi nem indokoltuk meg azt, hogy mondjuk valamit miért utasítunk el, miért küldünk. Tehát én ezt az első átvilágítását végzem, ő az adminisztratív háttér, tehát mennek ki a levelek. Ezután én úgy érzem, hogy egy olyan 350-400 film fog megmaradni a következő körre. A következő kört azt mi úgy hívjuk, hogy társadalmi előzsűri. Itt nem törekszünk arra, hogy filmszakmai szakemberek legyenek benne. Jelen pillanatban úgy van, hogy 24-25 ember lesz az, aki 12-től elkezdi a pontozást. Ugye szekciónként szétbontva, itt már azért nekünk van ugye a Nemzetközi Filmszemle, Kárpát-medencei filmszemle, tehát itt szekciónként durván a 15-től a 80-ig, tehát így fog változni. Ezek az emberek választanak szekciót, vagy az egészet, de elkezdik pontozni. És ahogy említettem, ők inkább természetkedvelők, szakemberek, biológusok, stb. És ők egy kedveltségi mutató alapján fölállítanak egy rangsort. És ebben a rangsorban a legfelsők, azok kerülnek a fő zsűri elé. Ugye őket nem tálalhatjuk meg szekciónként 30 filmmel, hiszen ezek az emberek, tehát a National Geographic-nak az egyik kiemelkedő vezetője, a zsűri tag, olyan emberek, Novák Emil Akadémiának, a Filmakadémiának,
nem lehet, tehát ő már tényleg a minőségét ezután az átlagpont után fogja bírálni, és ezek lesznek a győztesek. Na, azért az érdekelne, hogy milyen szempontok szerint történik a selejtező, tehát amikor úgy kiszóljuk, mert hogy tematikusan, vagy látszik egy filmen, hogy eleve rossz. Tehát olyan is van, ami helyből rossz. Igen, tehát olyan is van, ami azt hitte a gyerek, hogy egy telefonnal készített, követem a kismadarat, ahogy csipegeti a odaszort mazsolát. Lehet csak tudni kell használni, tehát ez egy példa, vagy pedig olyan, amikor az ember látja, hogy ezek nem egy éles, nem élevezhető képminőség van benne. Tehát ezért ezek látszanak ezeken a filmeken. Ez ugye egy ilyen minőségi kategóriának, az azt mondja az ember, hogy nem lehet még. És van olyan, aminek még a témája is jó lenne, de olyan képi világa van, ami nem élvezhető, nem teszi élvezhetővé. A másik ugye nagyon fontos a tartalmi. Tehát nekünk megvan a magunk célja, ami szerintünk tisztán le van írva a szekcióknak és az indoklásánál, hogy milyen típusú filmeket várunk oda. Azok a filmek, amik nem erről szólnak, tehát amik nagyon sok, például Bollywood az elárasztott minket. Tehát én személy szerint ezt azért is hozom el, mert némelyiket imádom, de nem vetíthetjük le, mert a mi kultúránk nem fogja értékelni ezt a filmet, azt a stílust, de sok olyan van, önálluk meg egyszerűen nem ismerik azt, hogy 45-50 perc a természetfilm, dokumentumfilm, az ugye két kategória van, egyik a tévéfilmes, ez a 15-25 perces, rövid film, független film, náluk a film az 1 óra 45 perc, vagy 2 óra 20 perc, és az ilyen el. Tehát ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Tehát még ha van is benne olyan elem, akkor nem, mert nincs, senki nem vállalkozik, hogy lefordítsa, és nem lesz néző. És van olyan, ami meg elvetélt ötlet, tehát nem odaillik a témája. Tehát egy családdráma az nem természetfilm, egy öngyilkosságnak a bemutatása az nem természetfilm. Tehát vannak ilyen típusúak, amik természetben játszódnak, ha akarnám indokolni, de tematikájában, formájában nem illik a fesztiválunkhoz. 105 ország. Ez így igaz. Körülbelül mik az arányok? A hazai, a külföldi, az európai, a tengeren túli? Hát azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó, hogy felépült, már az, ugye, tudatosan építettük a európai kapcsolatainkat, és a nagyobb filmstúdiókhoz a kapcsolatainkat. Tehát említettem ugye a BBC-t, a Terra Mater itt van Bécsben, a Hamburgi Nagy Stúdió, az olaszok. Tehát azt tudom mondani, hogy minden nagyobb stúdió, ebbe beletartozik a kanadai és amerikai is, tehát a National Geographic-tól kezdve nagyobb amerikai stúdiók, de neveztek hozzánk. Tehát van egy stabil, ilyen típusú hátterünk, ebben minden európai ország megjelenik. Tehát nem tudok olyat mondani, ahonnan ne lenne filmünk. És akkor utána van az ázsiai blokk, nagyon nagy, tehát az arab világ, attól egészen Japánig, ott ilyen megszállott amatőr filmes világ van. Tehát ott azt lehet mondani, hogy a nevezett filmeknek 20%-a az, ami minőségileg értékelhető, a többi az nem, de neveznek, mint az őrültek. És hál' Istennek már tavaly is voltak filmen, de Ausztráliából, Új-Zélandból is vannak, nem sok, de jelentkeznek, és akkor ami még nagyon erős lett idén, és rengeteg film jött, és nagyon-nagyon jó filmek jöttek, az pedig Dél-Amerika. Azt pedig annak köszönhetjük, hogy minket felvettek, világon van egy ilyen minősített természetfilmfesztiválokat összefogó nemzetközi szervezet, ez a Green Film Network. És abba fölvették a mi fesztiválunkat, és tavalytól már ez a rendszer, ez reklámoz minket. És ott például benn van a Rio-i filmfesztivál is, Mexikó is, tehát ott vannak dél-amerikai nagy fesztiválok, és akkor azok már közvetítettek rólunk, és egy nagyon sok, nagyon jó dél-amerikai film érkezett, és nagyon jó dokumentumfilmek, tehát az alpaka tenyésztéstől kezdve, a még meglévő olyan lovas szállítmányozó cégről, amelyik az Andokon viszi átátaló út, és még mindig működnek, tehát nagyon-nagyon jó filmek jöttek Dél-Amerikában, és vagy röviden, tehát nem nagyon van olyan világrész, honnan nincs. Milyen? És már Afrika is jön. Milyen a magyar mezőny? Jó. Na most tudjuk, hogy kezdett, azért el ne felejtsük, hogy mi bár mindig veled, olykor elsok Nórával beszélgetünk, igen, de hát azért filmes-filmes
szervezői is vannak ennek a történetnek, és nyilván azért is jött létre ez a fesztivál, mert a magyar természetfilmeseknek hiányzott a megmérettetés, a fórum. Tehát igen, gondolom, ők a nevesebbek, az igényesebbek már kezdettől itt vannak. Így van, mindenki. Tehát itt a nagyobb nevek, Mosonyi, akkor a Török Zoltán, akkor a Tóth Zsolt Marcelék, a természetfilm.hu stúdió. Tehát ők folyamatosan neveznek, tehát ők ugye minden évben azért gyártanak, itt most a Török Zolit kivéve, de azért legalább egy-két filmet gyártanak évente. Az említett emberek és a mögöttük levő stúdió. Török Zoltán ugye tavaly nevezett és díjazott is lett, ő az, aki a Vad Magyarországot készítette, ami ilyen nevesebb, itt Magyarországon is futott filmje volt, ő csak jövőre fejezi be a következő filmjét. Tehát ezek a nevesebb emberek. De nagyon-nagyon fontos az, hogy azért Magyarországon a tudományos filmnek van múltja, és abban is érkeznek nagyon jó filmek, tehát ami kicsit dokumentum és tudományos film. Nagyon-nagyon fontos, hogy végre készülnek Magyarországon. Jó, utoljára Juhász Árpádék csináltak ilyeneket, úti filmek. Uh-huh. Tehát van egy stáb, aki minden évben nevez és készít egy-két filmet. Nagyon-nagyon jó a tematikájuk. És hát ami az a másodlagos, de ki számunkra kiemelt célja volt a fesztiválnak, hogy ez a Kárpát-medencei, a magyarról beszélek, abban a Kárpát-medencében lévő természet és kulturális értékek bemutatása, és nagyon erősek a erdélyi alkotóknak a filmjei, tényleg a 4 év alatt is látszik, hogy mennyit fejlődtek, és maga most már egyre jobban örülünk annak, hogy felfogták, hogy mi azokat a filmeket várjuk a kultúrába, tehát nem a Röpű Pávátnak a bemutatását, hanem élethelyzeteket, történeteket várunk a Kárpát-medencéből, és nagyon sok film érkezett. Ők a magyarok ugye 90%-ban a saját portálunkat használják, hiszen egy nagyon jó nevezési felületünk van. Számot kérdezted, én azt mondom, hogy egy olyan 260 magyar alkotás van ma bent nálunk, amiből azért ott is kell zsűrizni, de tényleg, tényleg örülünk, hogy bemutathatjuk majd őket. Csak meg kell kérdeznem, igen? Választási évben mennyire érezteti ez a hatását? Hát azt gondolom, hogy azért egy ilyen fesztivál megrendezéséhez a méreteten, lelkesedésen túl, ami a szemedből sugárzik, ehhez anyagiak is kellenek. Összeáll-e ebben az évben? És ismerve, hogy amikor választási év van, akkor nehezebb pénzhez jutni. Én úgy vagyok ezzel, hogy én a kettőt nem keverném, tehát egyértelmű, hogy valamelyest biztos, hogy az adminisztráció ilyenkor azért egy kicsit lassabban dolgozik. Mi minden évben a végére valahogy megoldottuk ezt a dolgot. Ugye a legelső évben, tehát majdnem, hogy azt mondom, hogy nem egy non-profit jelleggel, hanem inkább beletéve ebbe a rendszerbe. Ha nem lennénk optimisták, hogy idei évben is meg tudjuk szervezni és meg tudjuk valósítani, és a legfontosabb kiadni a díjainkat. Tehát ha összerakom, akkor majdnem 20 millió forint értékben kapnak alkotók, és ebben nagyon-nagyon fontos a fiatal alkotók. Mind művészek, mind amatőrök, mind diák filmesek, szobrászművészek, zenészek, tehát kapnak díjat. És én azt mondom, hogy nem szoktuk feladni, tehát én bízom benne, hogy a költségvetés mindenki a helyén lesz, de nagyon-nagyon fontos, hogy támogatói oldalunk nekünk most már azért erősödik. Tehát azok, akik tudatosan azt mondják, felajánlok díjat, pénzdíjat. Tehát látni kell azt, hogy például a Trash Art Magyarország, ami tavaly indult itt, az már országos program. Ma voltam a Heinekennél, nem szabad ilyeneket kimondani, de elnézést kérek érte. Hát csak annyit mondja, hogy voltam náluk. Voltam náluk. tehát jönnek azok a szakmai cégek is. Tehát a szervezés egy dolog lesz, de én úgy érzem, hogy a legfontosabb a díjak, a vetítési helyszín a kastély, tehát a partnerünk, tehát ez a fesztivál is meg fog valósulni. Bízom benne, hogy előtte ez kicsit mosolygósabb leszek, mint most vagyok, de meg fogjuk csinálni. Jó, azért egy valamire ad kérdezek, hiszen azt mondtad, hogy ugye főleg az elején bele kellett raknunk. Kiknek? Kik azok, akik ebbe ahhoz, hogy elinduljon? Maguk az alkotók? Nem az alkotók, egyébként a mögé áll. Tehát azért például elnézést, tehát én is egy gödöllői intézményben dolgozom. Tehát a munkahelyem is mögé tette azt, hogy hagyta, hogy ezt csináljon. Tehát a gémmegőző is. Így van, tehát alapítója a fesztiválnak.
Amellett ugye itt, aki ebben dolgozik, és még mindig, tehát nincs főállású alkalmazottja ennek a fesztiválnak, itt mindenki hozzátette a maga energiáját, nem azért, mert utána bead egy számlát és kapott egy bizonyos összeget, hanem azért, hogy ez meglegyen. De ugyanígy az egyetem, akinek a dolgozói három standdal voltak ki, és még sorolhatnám, mind gödöllői, mind pedig más civil meg szakmai szervezeteket. És ez így indult, hogy senki se a pénzt kereste benne, hanem azt mondta, hogy valósítsuk meg. És akkor ez úgy szép lassan jut el vízhatóan oda, tehát tavaly év már azt mondom, hogy egy olyan év volt, amikor senki nem ment haza szomorúan, tehát mindenki azt mondta, hogy megelégettünk, alkotó, rendező, látogató is ugye a helyén volt ez a dolog, bízunk benne, hogy ez idén is lesz, és ha ez ilyen ütembe fejlődik, a szakfilm, tehát szakmailag és minőségileg, és most látjuk, hogy a filmfesztivál beérett, de a threshold is nagyon indult, hiszen ott már több mint 60 nevezésünk van. Akkor a helyén lesz. Hulladék szobrokról beszélünk, köztégi hulladék szobrokról, aki nem érteni a threshold-ot, eleinte én sem nagyon. Meg kell nézni, rögtön megértjük. Igen. Az országos fesztivál jellege a városok, hogy kapcsolódnak. Idén is így van, köszönöm ezt a kérdést, tehát itt egy kicsit elkalandoztam. Tehát mi tavaly hirdettük meg először ugye a természetvédelem és a környezetvédelmi napokat. Tavaly 22 város, idén már 24 város csatlakozott ehhez. Ez azt jelenti, hogy a mi fesztiválunkkal egy időben az ottani artmozik művelődési házak, tehát akik vetítési helyszínen rendelkeznek, azon a három napon hozzánk hasonló tematikával, diáknak, kép, családi nap, vetítenek kiemelten magyar filmeket, magyar természetesen. Mindenki. Tehát a fesztiválnak minden eseménye ingyenes. Tehát mi ebbe ehhez ragaszkodunk. Biztos, hogy egy más stílusa lenne az egésznek, hogyha pénzt kérnénk, de ez egy szemléletformáló esemény, ez arról szól, hogy az én gyerekem, a mások fiatal gyerekei, maga a családok jöjjenek itt, és találkozzanak ezekkel, mind az értékekkel, mind a problémákkal, és tanuljunk belőle. A természetfilm az a tipikus műfaj, aminél azt gondolom, hogy az embert kétféle benyomás is érheti. Én is szoktam természetfilmeket nézni, az egyiken örül az ember lelke, mert csodaszép dolgokat lát, a másikon meg elszomorodik, illetve hát kétségbe esik, mert hogy gondolom itt a fesztiválon is, ezek a filmek, tehát neked most mit üzennek ezek a dolgok, ez a kettőség érezhető rajta, hogy pusztítjuk a földet? Abszolút, tehát a nyugodt fokozó, hogy a természetfilm az mindig is a szépség, tehát az a most szakmai tematikailag. Ugye a dokumentumfilm az már egy, azt mondja, hogy mélyebbre ás a dologban. Ott tényleg az van, hogy az egyik részétől az ember abszolút depressziós lesz, másik részében meg lát kiutat, mert közösségek, emberek megpróbálnak úgy élni és úgy tevékenykedni, hogy megőrizzék a saját környezetüket. A depressziós rész az pedig nagyon szomorú. Tehát, akár a vizet vesszük, akár a szennyezést vesszük, akár a hulladékoknak az útját a tengerbe, a folyókon keresztül, vagy van olyan filmünk, ahol a Himaláján indítanak szemétszedést. Tehát az egy igen pontosan mutatja azt, hogy ma mik a problémáink, és mik a veszélyei annak, hogy ez a föld, ennek a földnek a természeti adottságai rohamosan mennek tönkre is. Pusztítjuk. Úgy fogjuk a vetítési programot fölépíteni, hál' Istennek, hogy egy Gödöllőn több helyszínen lesz vetítés, és idén is meg lesz az, hogy a látogató már előre nézheti a katalógust, ahol a trillereket nézheti, hogy a Lovardába 500 férőhelyen a nagy filmek mennek, tényleg, tehát ott ugye a maga irdatlan nagy vászon is olyan hatást gyakorol, de ellenben a szekció termekben ott a dokumentumfilmek fognak menni, ahol igenis, hogy ki akar tudatosan arról, amit te kérdeztél, hogy jelen pillanatban hol, milyen probléma van a Földön, arról nagyon-nagyon súlyos képet fog kapni, hogy ez hogy van. De lesz idén már rajzfilm sátrunk is, mert fantasztikus rajzfilmek jöttek, és eldöntöttük, hogy lenne az alsóból lesz egy külön vetítési hely a gyerekeknek a rajzfilmekből, és ez mindegyik ilyen kis oktató jellegű, de nagyon jók. Jó, nekem így a vége felé az jutott eszembe, amíg te beszéltél, hogy tulajdonképpen ugye van, amitől depresszióba esünk, van, ami meg gyönyörködtett, tehát hogy végül is ennek az egésznek
egész fesztiválnak. Nem is az a lényeg, hogy fesztiválon, hanem hogy ezek a filmek eljussanak. Nem féleképpen. Látniuk kell az embereknek, itt azért aki eljön, az kicsit úgy a napra készebb lesz. Tehát mi már tökéletesen látjuk, hogy egy itt bemutatott film, az durván 4-5 évig szalad a világba, mire a mi csatornáinkra is beérkezik, tehát azért van egy átfutása ennek a dolognak. Itt mindenki szembesülhet, mind a jóval, mind a rosszal. Következő fordulópont lesz, újra találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, még azzal búcsúzunk, hogy mikor, hol, még azért mondjuk el. Ja, ugye a fesztivál az május 25 és 27-e között lesz Gödöllőn, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre, és már május közepétől a www.gödöllőfilmfest.com-on minden programunkat megtekinthetnek, és már a filmeknek a trélerei is fönt lesznek katalogizálva, hogy hol vetítjük, hogy és miről szólnak ezek a filmek. Köszönjük szépen, hogy eljöttem. Én köszönöm.